Most még a Szabadkai Közkórház 150 éves épületében található a tüdőosztály, de hamarosan a központi épület területére költözik. Az az épület, ahol most található a tüdőosztály, már rég felújításra szorult volna. Most még üres falakat látunk a leendő tüdőosztály helyén, még az ajtók is hiányoznak, de nem sokára már ezen a helyen kezelik a betegeket. Biće prebačeno u novi prostor, opremljen po najvišim svjetskim standardima, gde će pacijenti biti lečeni po najnovijim doktrinama zbrinjavanja pacijenata sa plućnim bolestima. Az ötödik emeleten a belgyógyászaton kap helyet az új angioterem. Itt szélesebb körű ellátásra lesz lehetőség. Eddig a súlyos eseteket a kamenicai szív- és érrendszeri betegségek intézetébe kellett szállítani. Ono što je bitno danas reći i kazati jeste da će uskoro kvalifikovani, stručni, edukovani tim kardiologa opšte bolnice u Subotici u projektu pokrajinske vlade opremanja tri velika grada u Vojvodini, Subotice, Sombora i Zrenjanina, angiosalama. A Szabadkai Közkórház már megkezdte az orvosok, nővérek és röntgentechnikusok továbbképzését, hogyha elkészül az angioterem, legyen megfelelő orvoscsoportja az intézménynek. Bármennyire is furcsa, a vajdasági egészségügy a szerbé alatt van. És azt gondolom, hogy erről beszélni kell, azt gondolom, hogy ezt gyorsan és sürgősen meg kell változtatni, mert a másik információk pedig arról szólnak, hogy a vajdasági betegbiztosítottak és nyugdíjbiztosítottak rendszeresebben fizetik be a járulékaikat, mint az az egész országban van. A Szabadkai Közkórház angiotermével együtt Vajdaságban 5 ilyen létesítmény lesz, ahol az infarktuson átesett betegeket kezelik. Szűkebb Szerbiában 22 ilyen központ működik.